Július 26-án szombaton ünnepelte fennállásának 45. jubileumát a Jászjákó Halmi Községi Népdalkör és meghívott vendégeik, megtöltve a helyi művelődési ház nagy termét. Néhány évvel ezelőtt kitaláltuk, hogy ilyenkor legyen a falunap, mert végül is a Jakab napi falunap a község búcsúja ilyenkor van, és azóta minden évben több csoportot meghívunk. 5 évente viszont sok csoportot hívunk meg, most is körülbelül 16 csoport keresztül el tud jönni, ezek a nagy része innét való a Jászságból. A kuriózum számunkra jobban az Jász-Szent László, a hajdani pusztánk, aki 4 település is kapcsolódott a Jászságból, őket nem annyira ismerik itt többiek. Kívánok önöknek a mai délutára nagyon jó szórakozást, kellemes időtöltést! A polgármesteri köszöntő után Pócs János országgyűlési képviselő is méltatta a megjelent dalosokat. A nőt, a bort, a dalt szereti, az rossz ember nem lehet. És valaki aláírta másnap reggelre Krétával, hogy ha nőmmel élnéd az életed, ha a poharamból innád a borod, ha anyósom tanítana a dalra, nem írnál ilyet a poharamból. A honatja hangulat alapozó gondolatai után mindjárt a házigazdák kerültek a színpadra, majd sorban egész délután a meghívott vendégek énekelték tele a Jákó Halmi délutánt. Meséljünk a sikerekről, mert mögöttünk, hogy van egy szép nagy tábla, kóta oklevelekkel, minősítésekkel, mik a legnagyobb sikerek az elmúlt néhány évben? Hát miután 2015-ben mi egy kicsit váltottunk stílust is, előadásmódot, áttértünk a citrával, köcsögdudával, hagyományos népi hangszerekkel való föllépésre, és hát még abban az évben, 2015-ben mentünk el az első térségi minősítőre, ahol kiváló eredményt értünk el, majd folytattuk következő tavasszal, országos ezüstöt értünk el, és hát azon dolgozunk, hogy javítsunk tovább az eredményen, illetve ezektől jobb fokozatot érjünk el, illetve hát minél több fellépési lehetőség legyen. A csoport céljai közé tartozik növelni a létszámot, minél magasabb minősítést elérni, és folytatni a sikeres fellépéseket szerte a Jászságban.